Az értelmes tervezettség elmélete azt állítja, hogy a szokásos felfogással szemben az élet kialakulását és a biodiverzitásnak, vagyis az életformák sokféleségének a létrejöttét nem lehet pusztán természeti törvények és a véletlen alapján megmagyarázni, hanem arra a felismerésre jutott, hogy az élővilág olyan jelenségeket mutat, amely tökéletesen megegyezik az ember által értelmesen megtervezett jelenségekkel. Éppen ezért a legegyszerűbb azt feltételeznünk, hogy ezt is egy intelligencia hozta létre.